Begördül az új Kisbuz murgára. A Magyar Falu program pályázatán elnyert eszközzel látják el a tanyagondnoki feladatokat mostantól. A helyiek egyből megnézték, mennyire kényelmes ezzel utazni. Jó volt! Felk Márton a település vezetője azt mondja, az 52 lelkes faluban létfontosságú, hogy legyen olyan közlekedési eszköz, amivel boltba, gyógyszertárba, orvosi rendelőbe tudják majd szállítani a helyieket, és nekik legyen hova pakolni a holmiukat. Továbbá a gyerekeket is ezzel a gépjárművel viszik majd iskolába a környező településekre. Murgának nagyon nagy szüksége van erre a buszra, hiszen kis település vagyunk, semmiféle intézménnyel, tehát nem rendelkezünk. Ugye közös hivatal, zombai közös hivatal, kis települések mind közös hivatalokban látják el az önkormányzati feladatokat, illetve hát kereskedelmi egységünk sincs, sajnálatos módon egy mozgóbolt, ami működik. A település vezetése az előző erre a célra használt kisbuszt Madéfalvának, Bonyhád testvértelepülésének adományozta. Filóné Ferenc Ibolya, a Völgységi Önkormányzatok Társulásának elnöke azt mondja, nagyon örül, hogy azt a székely település kapja majd meg. Bízom benne, hogy Madéfalva nagyon jó használt veszi, és jó szíve fogják fogadni. Potelpi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az átadón kiemelte. A kormány célja a Magyar Falu programmal nem más, mint az 5000 fő alatti kistelepüléseknek való segítés, és az, hogy mindenhova jusson forrás. Nagy pályázatokra legtöbbször nem tudják beadni a jelentkezésüket, hiszen nincs akkor a fejlesztendő, megvalósítandó feladatuk, mint mondjuk egy kisvárosnak vagy egy nagyobb településnek. Sokszor olyan célokat jelölnek meg, amit mi próbáltunk a pályázati rendszerbe is visszahozni. A Magyar Falu program révén Tolna megyében is megújulnak a járdák, utak, kultúrotthonok. Rendbe teszik a községi hivatalokat, orvosi rendelőket, és új kisbuszokat szereznek be, amivel tanyagondnoki feladatokat lehet ellátni.